Az egészségügyben a legnagyobb gondot évek óta a szakember hiány okozza. Ennek oka az, hogy a korábbi években csak nehezen lehetett szakosodni. A mostani nehéz helyzet néhány éven belül csak fokozódik majd, hamarosan ugyanis több száz orvos megy nyugdíjba. Vajdaságban jelenleg 491 60 éven felüli orvos van, valamint további több mint 700, akinek az életkora 55 és 59 év közé esik. Ez azt jelenti, hogy 5 év múlva, hogy azok a 60 évesek, kb. 500 szakorvos nélkül maradunk. Ez azt jelenti, hogy ebben a pillanatban pontosan annyi időnk van rá, hogy ezeket esetleg le tudjuk cserélni azzal, hogy ebben a pillanatban elkezdjük a szakosításokat. Mert azt tudjuk, hogy a legtöbb szakosításra átlagban 4-6 év kell. Az Egészségügyi Minisztérium ennek érdekében több lépést is tett. Lehetővé tette az önkéntes szakosítást, valamint eltörölte azt a korábbi gyakorlatot, miszerint a szakosítás megkezdése előtt 2 évnek el kellett telnie. A szakorvos hiányra példaként a zentai, a nagykikindai és az apatini egészségházat hozta fel a politikus, aki államtitkárként a vajdaság egészével foglalkozik. A problémák mellett azonban tervek, stratégiák és sikerek is vannak. Az ország egészségházai között hamarosan 15 mentőautót osztanak szét, ebből várhatóan 5-6 vajdaságba kerül. Az autópark ugyanis majdnem mindenhol elavult. Mindenhol nagyjából rengeteg kilométert mennek át ezek az autók. Nincsenek valami jó állapotban már csak azért is, mert külön pénzösszegeket soha nem írnak ki. Nem hiszem, hogy külön rendelkezésére állna az egészségháznak, hogy ezt karba tartsa az autókat olyan állapotban, ami szükség. Tehát csak valójában azt csinálják, ami kényszerülésre van, ugye, hogy valójában az autók működőképesek legyenek. A májusi árvizek miatt nem sikerült még teljes képet kialakítani az egészségügyi intézmények helyzetéről, de vannak előrelépések. Hamarosan e-mailben is be lehet jelentkezni az egészségházakba. A gyógyszerreceptekért pedig nem kell majd minden alkalommal újra orvoshoz fordulni. Amennyiben nem változik a terápia, azok 6 hónapig érvényesek lesznek, valamint egységes információs rendszert alakítanak ki, hogy folyamatosan követhető legyen az egészségházak munkája.